Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, a következő vlogmas részhez, amit, hogyha láttátok az előző videómat, a tegnapit, akkor tudjátok, hogy mi lesz. Hogyha nem láttátok, akkor ezután a videó után csekkoljátok le, ide rakom nektek kis kártyára, de aki esetleg tudná, vagy nem tudná, a mai videóban Assassin's Creed-t fogunk csinálni. Hogy ne tudnátok, hát ez a cím. Szóval, a lényegben, hogy hát nyilván mástól is fogok karácsonyi ajándékot kapni, de egy kicsit úgy gondoltam, hogy meglepem magamat is. És ez az Asos rendelés, ez nem történt máshogy, mint hogy nézegettem a videóimat. Meg egyébként édesanyja és nagymama is közölte velem, hogy minden videóban, idézőjelben ugyanabba a felsőbe vagyok. Tehát, hogy körülbelül egy ilyen 5-10 videónként ismétlődnek a felsőjeim, és nagyon sokszor van, hogy csak egy sima trikóba vagyok, vagy egy sima pólóba, és úgy gondoltam, hogy jó, akkor karácsony, eljött az ideje, hogy vegyek magamnak pár olyan felsőt, amik, tudjátok, egy kicsit csinosabbak. Na most a poén az egészbe, hogy körülbelül 2 hétbe telt, mire ideért a csomag, mert 2 hétvége is beleesett, és ennyi idő alatt 2 olyan felső van, amire emlékszem, hogy megrendeltem. Nagyjából tudom, hogy mi a többi, de 2 felső van, amit egyébként is meg akartam rendelni, és azt láttam egy youtuber csajon. Úgyhogy azokra emlékszem egyedül fixem, viszont nyilván rögtön be fog ugrani a többi is. A lényeg annyi, hogy próbáltam olyan felsőket válogatni, amit tudjátok, így eseményekre is tök jól fel tudok venni, ki tudom őket használni, de mégis viszonylag extrán néznek ki. Úgyhogy szerintem bontsuk ki, kicsit fog csörögni, és egyébként a kamerám is meg van bolondulva, mert nagyon mozog azon a tartón, úgyhogy ne haragudjatok, de megpróbálok nektek mindent összegyűjteni, és az infoboxba le fogom tenni a linkjeit a felsőknek, csak felsők vannak, viszont megpróbálom tényleg mindet összeszedni, és ja, és igen, hogyha szeretnétek rendelni a merchemből, a karácsonyi limitált kiadásos pólóból, vagy esetleg az Enjoy-os crop top pulcsiból, akkor annak is lent lesz a linkje a leírásba. Megköszönöm, hogyha csekkoljátok, de most már kezdjük. Amúgy tök aranyos. Ilyen kis shopping szatyiba küldték el, és itt van, hogy tépd el a vonal mentén. Megtettem. Mivel kezdjek? Kezdek mondjuk ezzel. Azt hiszem, sőt, biztos 5 darab felsőt rendeltem. Feketét és fehéret. Tehát próbáltam, tudjátok, úgy tényleg olyan dolgokat rendelni, amiket mindennel tudok hordani, és mindenhova tudom hordani, és ezen kívül kamerán is jól néz ki. Szóval, az első felső az egy buhús fehér felső, ami nagyon egyszerű, de az ujjai ilyen kis trombita, talán ezt így lehet mondani. Nem számítottam rá amúgy, hogy ennyire átlátszó lesz, de testszínű melltartóval készültem, úgyhogy szerintem megoldjuk ezt a problémát is. Ilyen, sifon? Talán. Amúgy remélem, hogy jól fog egyébként állni, amikor felveszem, mert így elsőre ez ilyen... Hát nem tudom, de én azt mondom, hogy akkor kapjuk is fel. Igen. Kifejezetten nagyon tetszik. Nagyon, ahhoz képest, hogy azt mondtam, hogy kíváncsi vagyok rá, hogy milyen lesz. Több bírom egyébként az ujját is, meg mindent, de kicsit. Tehát nem véletlen állok ennyire görbén. Nagyon szűk. Úgyhogy... le fogjuk tesztelni az Asosnak a visszaküldési rendszerét is, és kérjünk belőle egy M-eset. Aztán remélem, hogy a többi jó lesz, mert most kicsit bepánikoltam. A következő felső, szerintem megyek egyébként szépen sorba így a csomagba, nem variálom, hogy melyiket veszem ki először vagy utoljára. Ez is egy buhús felső. Júj! Igen, emlékszem. Ezt nagyon szeretném, hogy jó legyen. Látjátok, ez egy ilyen kis... nem is tudom, hogy minek mondjam ezt.
kicsit ilyen fűző hatása van felül, mondjuk ti azt onnan nem látjátok, de hát, ha így nem, sehogy nem látjátok. Itt van benne végig egy varrás, ami miatt egy kicsit tudjátok, ilyen elegáns hatása van, írtócuki kis fodros az alja, és az ujja is ilyen kis bő, de mégis itt ugye a vállad alatt össze van húzva, ez ugye gumis, és a karja is gumis. Ó, amúgy jó feszes a gumia. Itt fent is gumis, hogy nyilván megtartsa a karodon, és egy nagyon szép kis szolíd szív kivágása van itt cickónál. Egyébként az is SS volt, amit az előbb mutattam, és ez a felső is SS. Van pár olyan magas derekú farmerem, amihez szerintem nagyon cuki tud lenni. Csekkoljuk le. Nem vagyok benne biztos egyébként, hogy ez a design, hogy felemás, vagy el van varva. De csak design, csak nem ennyire bénák, vagy nem tudom. Elsőre rendes bepánikoltam, hogy ez is kicsi lesz. Aztán megláttam, hogy van rajta egy címzár, ami megoldotta a problémáimat. És kicsit fura egyébként, hogy ez nem egy vonalban van, meg nyilván hátul is. Látjátok itt ezt hátul, de egyébként lehet, hogy cuki. Nyilván ki kell mosni, meg ki kell vasalni, hogy jól álljon. De nem olyan rossz. Ja, amúgy mondjuk, hogyha azt megteszitek nekem, hogy kommentbe pontozzátok őket 1-től 10-ig, mondjuk, akkor azt megköszönném. Kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok róluk. Következő felsőnk. Hát én lehet amúgy, hogy tök le vagyok így maradva, sőt, biztos is. Nagyon régóta szerettem volna egy ilyen hálós felsőt, de valamiért sose vettem. Nem tudom megmondani, hogy miért, de azt hiszem, hogy innen most már mind a három, ami következik, azokat a youtuber csajon láttam, akit mondtam nektek. Róla van egyébként szó, Patricia Bright, imádom a nőt, teljesen bolond, egy kicsit szerintem kattant amúgy, de iszonyatosan jó arc, és nagyon jó stílusérzéke van szerintem legalábbis, vagy nekem legalábbis nagyon tetszik. És ő szokta ezt hordani, és ezt tudom biztosan, hogy a következő három, amit mutatok, az ugyanaz, mert mindegyiket azhoz holba láttam nála, tehát egyértelmű. És ez egy teljesen egyszerű kis mesh top, amúgy tök jó kis rugalmas, úgyhogy ez kifejezetten tetszik, és tök cuki, hogy egy kicsit azért van rajta minta. Az az igazság, jó ötletnek tűnt, és lehet úgy, hogy működőképes is bizonyos felsőkkel, de mármint, hogy melltartókkal, de jelenleg ezzel nem annyira érzem kompatibilisnek. Jövök inkább így. Úgyhogy amúgy tetszik, és tök jó, és tök vicces, meg minden, de nem biztos, hogy... De nem videózáshoz, azt hiszem, úgyhogy ugorjunk inkább a következőre. Hát igen, és ezután van itt nekünk egy olyan felső, ami nem tudom, hogy miért történt. Ez egy ASOS saját márkás felső, és beleszerettem, és csipog a telefonom. Bence, adjál videózni! Messziről egyébként úgy néz ki, mintha ilyen arany kis, vagy ilyen rezes fém, tudjátok, ilyen kis félkörök lennének rajta, de igazából ez egy csodaszép ilyen irizáló kövekkel kirakott tül felső, viszont ezt ha felveszed, ez olyan szinten nem fog látszódni, hogy tül, hogy valami hihetetlen, és ez nagyon-nagyon megtetszett, főleg, hogy látjátok, hogy hosszú jó felsőket rendeltem, nyilván így szezonra való tekintettel. Nem tudom máshogy mutatni, mint hogy kitakarom magam, de annyira tetszik. És látjátok, van benne egy ilyen kis hullámminta. Ebben nagyon beleszerettem. Most mondjátok, hogyha hülye vagyok egyébként nyugodtan, de nagyon. És ez egy 8-as méret, nem volt belőle 6-os, úgyhogy
Nagyon remélem, hogy jó lesz a 8-as, mert nagyon szeretném, hogy jó legyen. Igyekszem annyira nem kihúzni magam, mert ha nincsen bedugva, akkor konkrétan idáig felugrik, és egy kicsit amúgy szúrós. Tudjátok, mint amikor flitteres ruha van rajtatok, csak ezt nem tudom, hogy miért szúr, de amúgy láttátok, hogy mennyire örültem neki, és így menet közben valahogy elveszett a varázs. Ha nincs bedugva, akkor eddig ér. És ez ugye M-es, és kicsit olyan, látjátok? Olyan, lehet amúgy, hogy videózni jó lesz. Hogyha videóhoz amúgy így vagyok benne, akkor úgy lehet, hogy tetszik, csak mondjuk hordtam volna. Bár lehet, hogy majd össze tudom úgy hozni valamivel, hogy jó legyen. Most mi van ez az egész rendelés, ilyen csalódás lesz? Hát nem már. És végül, de nem utolsó sorban, ami miatt ez az egész ASOS rendelés elindult. Ezt a felsőt, amikor láttam Patrisán, akkor voltam úgy vele, hogy úristen, ez nekem is kell. Sose, de tényleg soha nem voltam ilyen fajta, vagy ezt nem tudom, hogy jó-e ezt mondani rá, hogy nem voltam ilyen fajta, de nem szerettem ezeket a felsőket, és mindig, amikor megláttam valakin, akkor úgy is voltam vele, hogy De az ember változik, és így én is. Úgyhogy a következő ASOS saját márkás felső egy pufi ujjas. Nem hiszed el! Akkora pufi ujja van, mint a fejem. Van egy ilyen kis lezárósáv a végén, és látjátok, hogy ilyen nagyon cuki kockás anyaga van, körbekötős. Hát ezt nem nagyon lehet egyébként így megmutatni, de az alja még bő is. És akkor így, mint az utolsó darabját ennek a videónak, próbáljuk fel. Annyira örültem ennek az ASOS-os rendelésnek először, annyira csalódott vagyok most. Ugyanis ez idáig, ez a melltartóm alja, odáig van kivágva. Van, tudjátok, ez az automatikus méret meghatározás, ahol beírod, hogy milyen ruhából, milyen márkából, milyen méretet hordasz, mit preferálsz jobban, ha tapadósabb, lazább, normálbb, nem tudom én micsoda. És szépen végigcsináltam, megállapított, hogy 36-os a méretem, ja, és a cici méretemet külön beírtam. Tehát, hogy méretre pontosan mekkora melltartót hordasz, minden méretet kért, mindent le is írtam. Konkrétan egy se lett tökéletesen jó, talán a kis pöttyös. Úgyhogy tényleg ki fogjuk próbálni a visszaküldést, és mindent visszaküldünk, de és amúgy iszonyatosan szúr, mint a legrosszabb kínai, olyan ez a felső. Én azt hittem, hogy ez egy mennyire boldog videó lesz, de mindenhol szúr. Figyeljetek! Szúr itt a varrásnál, szúr itt, az ujja, a dereka, mindenhol szúr, ahol lehet, ott szúr. És ennél jobban semmit se utálok, de tényleg, tehát amikor egy ruha kényelmetlen és nem jó hordani, bármilyen indokból, akkor azt nem fogod szeretni és nem fogod hordani, úgyhogy hát nem tudom, hogy mi lesz a sorsuk, vagy cserélek és levásárolom az árát, vagy nem tudom, hogy mi lesz. Arra azért kíváncsi vagyok, hogy hogy pontozzátok őket, mert hogyha azt mondjátok, hogy mondjuk ez, hogyha, várjatok, tegyük fel, hogy ez így áll, ne áll így, de tegyük fel, hogy így áll, akkor tetszik, és jól áll, és mondjuk vagány lenne, hogyha így lennék smink videóba, vagy nem tudom, bármilyen videóba, akkor kicserélem egyel nagyobbra. De ha azt mondjátok, hogy ráadásul még túl is áll, akkor nem. Úgyhogy yes. Rendesen letörtem. Annyira vártam, és annyira rá voltam készülve, hogy ez mennyire puli lesz, és mennyire minden szipi-szupi, meg izé, és na mindegy. De ha ettől függetlenül tetszett nektek a videó, akkor dobjatok rá egy vigasztaló lájkot, írjátok meg nekem a komment részlegbe, hogy melyiket küldjem vissza, és vásároljam le az árát, melyiket cseréljem egyen nagyobbra,
Úgyhogy természetesen iratkozzatok fel, nyomjátok be a kis csengőikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat. Ha minden jól és a terv szerint megy, holnap érkezik a parókás videó. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok velem, és végig szenvedtétek ezt a felpróbálós videót. Holnapi videóban találkozunk. Sziasztok!